200 a bal kettő hosszú tempó, első gumihoz a vége, nyílik ki. Bal kettő hosszú tempó, első gumihoz a vége. Nagy fősodor, bal négy, nagy fősodor, 150. 150-re jobb négy tempó, nyomot keres, második gumi után nyílik, Hatvanra bali, föl is, 100. Sima bal hosszú, 100 a balém le, 100 balém le, 120 a nagy béke, sima jobbon, jobb hára szigorú törik, két gumb is, száz a bal hára tempó, két gumb is, és jó. Első két gyors az nem nagyon sikerült nekünk, az elsőt azt elrontottam, elmelegítettem a féket, és az utolsó 3 kilométer már nem volt fék, és ott, ahol farönkök vannak az út szélére, ott azért az elég ijesztő fék nélkül, úgyhogy ott elspóroltam, ott kaptam becsületesen, a második pedig szegény Ádám pont előttünk esett be, nagyon hamarról elkezdtek minket lassítani, úgyhogy egy kilométert csak gurultunk, remélem nap végén majd kapunk jóváírást.
de így a hetedik helyen vagyunk, ha tizet kapunk, akkor már az ötödikre is előre tudunk ugrani. Hát holnap támadunk mindenképpen, az első ötöt nagyon szeretnénk ebbe a elég szoros mezőnyből megtartani azért. Én szerintem elég jó váltságú vagyok, a 70 hely, az ugye most visszafele jöttünk rajta, azt szerintem fekszik nekem. A hosszú gyorsot nagyon le kell figyelni, hogy a gumit nem szabad elmelegíteni, és akkor rendben lesz minden. Tökéletes volt, nem volt semmi műszaki problémánk. Én két gyorságit elrontottam, túl melegítettem a féket, ami miatt jelentős másodpercek maradtak bent. Úgyhogy ennek a kárát látjuk most. Sajnos két másodperccel lemaradtunk a pódiumról, úgyhogy hatodikok vagyunk. Igazából meccsek rallin még első tízben nem tudtunk bekerülni, úgyhogy a tempónk jó volt egyébként. Negyedik-ötödik időket autóztunk folyamatosan igazából, amikor rendben volt minden. Az Ádám előttünk esett be a második gyorson, teljesen dekoncentráltak lettünk tőle, de kaptunk 15 másodperc jóváírás, kicsit ha többet kapunk, akkor megvan. Úgyhogy hát most ez így sikerült, az autó karcmentes, meglátjuk Zemplén Rallyra, jól felkészülünk, hogy oda tudjunk érni az abszolút ötödik helyen, amivel még soha nem sikerült, úgyhogy az egy nagy cél, meg fogjuk próbálni, hát ha sikerült.